Köszöntöm a szubjektív nézőit! Nyárban vagyunk, a kerti parték a különböző összejövetelek idejében, és természetesen az iszogatásoknak, a borozgatásoknak az idejében. Mai műsorunk vendége Csévári Robert, üdvözöllek a műsorban! A nézőket. Aki egyébként borbíra, borszakértő és egyben szomilier is. De rólad azt is kell tudni, hogy itt egy nagyon jó ügyvéd vagy. Mégis a borok szerelmesen lettél, és hogyan kezdődött ez az egész? Hogyan lettél a borok szerelmese? Hát valahogy ez ez a férfiaknál korral jön, amikor az ember kinövi a tinédzser éveit, a töményező, bulizós éveket, akkor valahol valami egy nyugodtabb italra vágyik, és valójában ott kezdődött el nekem a, a, a borfogyasztásom és a bor iránti, e, bor iránti kíváncsiságom. Aktívabban e, aktív abban egy négy-öt évvel ezelőtt kezdtem foglalkozni ugye a borral, a bor kultúrával, e, és valahol ez, ez, ott kezdődött, hogy e, ügyvédként rengeteg e, ügyvéd, tehát vacsorán, üzleti vacsorán vettünk részt, vagy vendéglőbe, és valahol meguntam azt, hogy mások beszélnek arról, hogy mi a jó bor, miért jó bor, és valahol úgy kezdtem el ezt az egészet, hogy először interneten végigolvasgattam az angol nyelvű szakirodalmat, de láttam, hogy ez, ugye ez nem elég, ugye, mert ez csak elméleti tudás volt, és akkor érdeklődtem, hogy hol, hol, létezik valamilyen boriskola itt a környéken, és így kerültem a Vajdasági Szomélyérek Egyesületéhez, akik Ugye a Szomeliej képzést ö, ö, csinálnak minden év, évente, akkor kettő volt. Kettőt csináltak, és beiratkoztam, hogy elvégezzem ezt a kurzust. Tehát itt kezdődött az egész, szórakozásból, hobbiból. Szomelié mit jelent ez a kifejezés? Mit csinál egy Szomeliej? A Szomeliej valójában borkultúrával foglalkozó személy, hogy megértsék, valójában egy, egy példán, tehát a sommelier nagyjából onnan foglalkozik a bortól, hogy ugye az kijött, elkészült a borászatba, és végigköveti az útját magától a borászattól a vendégasztaláig. Tehát ez a borkiválasztás bizonyos vendéglőknek, a felszolgálás módja, a helyes fogyasztás módja, tehát ahogy készíti el a... Séf a. az étlapot úgy készíti el egy az itallapot. Ő fel a borok beszerzéséért, ő fel azért, hogy azok rendesen legyenek tárolva, ő van kapcsolatban a borászatokkal, ő szerzi valójában. Tehát ez a, ez a legszélesebb foglalkozása egy szomeliének. Persze nem foglalkozhat egy szomélié, csak a bortól onnantól kezdve, hogy hogy egy jó szomelé nem foglalkoztat, csak onnantól kezdve a borra, hogy kijött a borászatból, mert ugye ugyanúgy kell követnünk, hogy melyik borászat, milyen technológiával készíti a borokat, milyen volt az év, milyen termése volt, tehát, tehát apró lékosan, és az, az, és az a jó szomelé, aki ezeket is le tudja követni, illetve ezekhez is ért. De akkor jelek szerint neked akkor benne kell lenned a gyakorlatban is, akár a szőlőtermelésben is. Meg kell, hogy tanuljam nagyon jó az elméletet, hogy mit jelent a szőlészetbe, a borgyártásba, ugye a bor, bor előállításba, mit jelent a barikozás, mit jelent a szúrli, mit jelentenek mit jelent a különböző szakszavak. Ugye, mert nem elég csak megtanulni. Azt az ember praxába is lássa. Nagyon sokszor ugye magába a borászok hívnak bennünket, amikor adják ki az új borokat, hogy menjünk el, kóstoljuk, meg mondjunk róla véleményt. Mi az, amit lehet csinálni, mi az, amit nem lehet. Persze, ez, ez már nem csak annyira a szomeliéreknek a munkája, ez már az a, az a másik rész, amit, amit én szeretek nagyon csinálni, mert igazából én ezt a szoméliérséget nem praktizálom, én inkább a borbírai része foglalkozok, ami, ami valójában arról szól, hogy le tudjunk, pontozni egy, le tudjunk egy bort, illetve arról véleményt tudjunk mondani magának, a fogyasztónak, meg a termel termelőnek is. Tulajdonképpen akkor, mint borbíra, neked nagyon jó kell Ismerned a különböző borfajtáknak, illetve szőlőfajtáknak az ízét, zamatát, e... savtartalmát, ugye maga a borbírásság az a kóstolással egybekötött, egybekötött tulajdonság? E, igen, tehát a borbíra rengeteg e, műszaki és technikai e, dolgot kell, hogy tudjon a borokról. E, tehát pontosan erről, hogy mennyi sav, mennyi cukor, Uh, nagyon, na, nagyon, kell tudni a fajta jellemzőit. Tehát az, hogy most egy fajta jelleges Cabernet Sauvignon milyen kell, hogy legyen. Tehát milyen kell, hogy legyen egy fajta jelleges Tramini. Tehát mindezeket ugye muszáj uh, megtanulni elméletbe először, aztán pedig a gyakorlatba. És utána jön az, hogy ugye másmilyen egy, másmilyen egy Tramini, egy Iloki Tramini, másmilyen egy, egy, egy fruskagórai tramini, másmilyen, ugye mondjuk egy egy, 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 homokos vidékről jövő tramini. Tehát ezeket figyelembe véve ugye úgy tudunk kóstolni, és úgy tudunk pontozni, ha ezeket a borokat ugye ismerjük, nem csak, tehát versenyen kívül is találkoztunk velük. Magukan ezeken a borversenyeken vegyük csak például a Temeréni borversenyt, ahol 700-800 borászatból érkeznek különböző minták. Igaz, hogy több borbírát is alkalmaznak, viszont egy borbírára azért egy 20-valahány borfajta jut? É, igen, tehát meg kell különböztetni igazából ezek a, ezek a borbíráskodásokon, Kétfajta két stílus van, hogy úgy mondjam. Az egyik ugye, amikor panel, tehát több író pontozza ugyanazt a bort, és valójában közösen beszélik meg valami szinten az eredményt, illetve van olyan, teljesen elválasztva mindenki kapja a saját borát. A bor borverseny, meg az ilyen borversenyeken tehát a 30-40 bor lepontozása naponta az olyan, hogy mondjam, olyan átlagosnak hangzik, és a lényeg az ugye, hogy amikor pontozunk, akkor ugye a bort kiköpjük, nem, nem isszuk meg, mert onnan hatodik, hetedik bor után már azért nagyon nehezen, nagyon nehezen tudnánk ugye koncentrálni, koncentrálni a lényeg, mert az alkohol jócskán eltompítaná az érzékszerveket, de próbálja ki bármi, tehát az alkohol hatásán kívül egy bort, ugye, hogyha beveszünk a szánkba, megforgatjuk benne, kiköpjük, valójában minden, tehát minden aspektusát a bornak ö, szinte leelemeztünk azért, mert az összes ízlelő bimbónk, meg, meg, meg az összes érzékszervünk, tehát nagyjából ugye a szájba és az orba befejeződik. Tehát innentől kezdve a, a, a bornak a lenyelése, ez már ez már ugye, hogy mondjam, igazából az alkoholnak, még marad, ugye még marad az alkoholnak a hatása olyan szempontból, hogyha sokat fogyasztunk, akkor kicsit megszédít bennünket. Ha már a borívásnak a technikáját említetted, akkor bizony meg kell mondani, hogy magát az ízlelést valami megelőzi. Tudni kell, hogy megfogni a poharat, tudni kell, hogy kitölteni a nedűt. Az első és alapvető dolog, hogy olyat, olyan poharat választjunk borfogyasztásra, ugye, aminek van szára és talpa. Ez az első. A második az, hogy legyen üvegből, kristályból. Tehát ez a, ez, ezek, a, ezek az olyan alapvető dolgok, amik, amik, a borfogyasztás alapjai. A következő lenne az az, hogy minden fajta bornak megvan az ideális pohárforma. Persze mindegyik, mindegyik bornak találhatunk egy, egy univerzális formát. Én nekem például ez a, ez a kedvenc fajtám, még ez a, ez a, kedvenc poharam, mert nagyon jó fogyasztható bel belőle szinte, szinte, minden bor. Itt most három, három porrat látnak, ez, ez egy standard kóstoló pohár, általában a borbírálatokon ez volt az elsőleges pohár, amivel, amivel úgy, amint kóstolnak a bírák. Nagyon praktikus, ezek a kis poharak nem dőlnek föl annyira könnyen. Én például azért szeretem, mert ha megyek pecázni, horgászni, még akkor is magammal tudom vinni, mert nem annyira, nem annyira törékenyek. az első nagyon fontos dolog. A poharat mindig a száránál fogjuk, vagy a, vagy a talpánál. Ez a kettő. Ne fogjuk meg a testét a pohárnak, nagyon csúnyán néz ki utána a pohár, és fölmelegítsük a bort is. Egy idő után ez reflex lesz bennünk, eszünkbe se jut, hogy itt fogjuk meg. És ha valaki nyújtja nekünk a poharat, tehát próbáljuk meg ne a testén elvenni a lábánál, már, már innen, innen látszik azt, hogy van egy bizonyos hozzáállásunk ahhoz a borhoz, illetve magához a borfogyasztásához. Itt kezdődik a borkultúra? E, valahol itt kezdődik a borkultúra, hogy ugye meg kell tudni fogni a poharat. Tehát valahol ez, a, ez, a, ez, a, ez az első lépés amikor kiválasztottuk a poharat, a következő az az lenne, hogy meddig, med, meddig, töltsük a poharat. Hát a poharat így nagyjából a hajlatig olyan, olyan egyharmadáig, egyharmad, kétharmad közé kell önteni. Tehát a, fele, a félig, főleg az ilyen nagy poharaknál félig önteni már, már bűn. Legszélesebb szinten legyen elterülve a pohár, a pohárba a bor. Tehát a legnagyobb felületen, a legnagyobb felületen. Tehát, ki az aromák. Igen, így igaz. Tehát, hogy ott legyünk. És valójában itt jönnek szerephez, szerep, itt jön a pohár alakja szerepbe, hogy zárt tetejű pohár legyen, vagy nyitott. Tehát az olyan borok, amelyiknek nem annyira illatosak, amelyiknek nem annyira aromásak, egyszerűbbek, azoknak azoknak zártabb legyen a teteje, még, még az olyan borok, amelyik ugye jobban uh, kívánják a szellőztetést, azoknak legyen ugye szélesebb, szélesebb teteje. Na most a másik dolog ugye azok a nyitók. Uh, bornyitóból van uh, rengeteg féle. Uh, a a legjobbak az ilyen bicska formájú összecsukható bornyitók. Mégpedig azért, mert őszintén megmondom én is, tehát ezt a, ezt a boriskolában tanultam meg, hogy mi ez a kis behajlítható rész, mert az ember ugye bornyitót azt túl szokta, belecsavartuk, kihúztuk kézzel, tehát ezzel nem is, nem is nagyon foglalkoztuk. Aztán az ember meg tudja, hogy mire van ez a, ez a kis vasrész, és akkor aztán meg tudja, hogy van egy lépcsős, meg két lépcsős, és akkor, hogy, hogy melyik a jobb. A harmadik dolog, ugye, amit ma, ma elhoztam, az nyáron nagyon, tehát a bornak a hőmérséklete, az egy olyan dolog, ami, ami nagyon fontos. Ugye ez, egy, ez amit szeretném, egy egyszerű, hétköznapi kis borhűtő, ami két részből áll. Van egy ilyen kis tasakos rész, amiben ilyen hűthető folyadék van, ami nehezen fagy, Még ezt az embert bedobja a mélyhűtőbe, szépen lehűti, és utána, ugye, amikor felszolgálja a bort, mert ugye még beszélgetünk, meleg van, nyár van, ott van az asztalon az a bor, nagyon gyorsan felmelegszik. Akkor vesszük ezt a kis ugye, borhűtőnket, ami ugye két, ilyen két részből áll, összeszereljük ugye, a mélyhűtőbe. Hogyha veszünk esetleg két tasakot, akkor mindig van egy, ami hűl, egyit, amit használunk, és akkor utána ugye, ebbe beletesszük a bort, és ez az asztalon, még, még beszélgetünk, szépen tartsa a bornak azt a hőmérsékletét, azt az ideális hőmérsékletét a, a, a mindig épül egy, épül egy, egy forma is, egy, 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 egy hogy úgy mondjam, jó, ne, ne fogalmazzam csúnyán, hogy egy flanc, de, de egy igazából... egy márkanév tulajdonképpen. Egy, 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 márkanév is, meg, meg valami, valami, szinten uh, egy kis... Egy kis Hát snobizmus sznobizmus valójában, ezt most, ezt most nagyon csúnyán mondtam, de a borra mindig párosul egy kis sznobizmus is. Uh, ettől igyekezzünk megszabadulni akkor mutassuk meg, hogy hogy kell szakszerűen kibontani egy boros üveget. Ezt, amit meg szeretnék mutatni, valójában ugye nem a, nem a teljes és szabályos éttermi bornyítás lesz, ugye? Ez csak egy olyan, hogy, hogy itthon praktikusság szempontjából, hogy, hogy nyissunk fel egy, egy üvegbort. Általában ugye ezeknek a, a borokon van egy ilyen kis kapszula, nagyon sokszor már rátesznek ide egy ilyen kis záró szallagot, ugye, amit körül le tudunk tekerni, és megszabadítsuk ettől a résztől. Tehát nem kell felvágni, ezt csak kinyissuk. Ha nincs ilyen kis záró, zá, nyitó szallagunk, ugye akkor ezért van, ezért van a bornyitón ez a kis kés. Ugye mindig érdekelt az életben, hogy miért van ez rajta, mert soha semmire nem használtuk, hát ez ezért van. Hogy ugye a bort egy mozdulattal körbe tudjuk vágni, ugye a fólia alatt. Vigyázni kell, tehát hogy szakszerű, egyenes vágás legyen, ami most ebben az esetben nem nagyon sikerült. Megszabadítottuk a fóliától, benne van a dugónk. Tehát ezért mondtam, hogy kétféle dugó létezik, van az egy lépcsős, a két lépcsős, megmutatom, hogy mi a különbség. Ez, ez az a lépcső, ugye, ami van rajta. Belecsavarjuk egy bizonyos részig ugye érezni fogjuk, hogy ez még benne van a dugóba, és addig csavarjuk bele, ugye itt jön ez a kis vas rész neki, ugye ez, ez a támasztéka ez ezért van, hogy ráhajtsuk ide a bornak a szélére, ugye és itt megtámasztjuk, tehát ezt erősen hozzáfogjuk, nem tudom mennyire látszik ez, ezt hozzáfogjuk és így emeljük ki ugye a dugónkat a borból. Na most itt jön a problémánk, hogy amikor elértük ezt a, ezt a szintet, ugye akkor muszáj kézzel erődtetnünk, és ezért jön, ezért jön a másik, ugye, amit én mondtam, a két lépcsős, két lépcsős nyitó, és ezek a legjobbak, ha vásárolnak, ilyenek, ilyet, ilyet, ajánlom. Tehát most csak megmutatom, ugye a néző kedvéért, hogy mit is jelent az, hogy, hogy két lépcső van. Ugye ezen van még egy lépcső, ugye megtámasztjuk a második lépcsőbe, és teljesen ki tudjuk venni ezek a jó bornyitók, és ilyenkor sérül legkevésbé a dugó, nem fog az, nem fog az velünk előfordulni, hogy eltörik, stb. stb. Én most készakarva hoztam egy olyan bort, amin, amin nincs, nincs, címke, de valójában, amikor szolgáljuk fel ugye a bort, akkor a címkét azt a úgy, úgy tartsuk, hogy a címke a, a vendég felé legyen, amikor, amikor öntsük neki a bort, és ugye amikor beleöntsük a pohárba, akkor megcsavarjuk egy kicsit az üveget, hogy a, hogy a csepp ugye az üveg hátulján, és a hátsó címként csorogjon le. Azt mondtam, hogy körülbelül mennyi, mennyit kell beleönteni, valójában ebbe a pohárba most keves, kevesebbet öntettem, majd mutatom akkor még egyszer, hogy tehát egy, egy pohárba mondjuk így, tehát ebben a nagyságú pohárba körülbelül ennyi lenne az a nem előírt szabály, próbáljuk ezt betartani, mert ebbe, ebbe az esetben ugye szépen meg tudom forgatni a pohárba a bort, és így, így, a vendégeknek is mutatós is lesz, illetve ugye a bor mennyiség nem fog annyira gyorsan se fölmelegedni, illetve könnyebben átveszi azt a hőmérsékletet, amelyiken fogyasztani szeretnénk, főleg a vörös esetében. A másik dolog, ugye megesett az, hogy egyedül vagyunk, megittünk egy pohárka bort, mit kezdjünk a maradékkal? Vannak olyan módszerek, amivel ugye tartósítani lehet a bort, illetve nem tartósítani, csak megfelelő körülmények között zárni. Mondjuk az egyike, amit én szeretek, és nem annyira, nem annyira drága verzió, ezek az ilyen kis dugók, gumidugók, amik ugye levegősek felül, és beletesszük ugye ezt a, ezt a gumidugót a, a borba, és ezzel a kis pumpával ugye kiszívjuk belőle a levegőt, amikor így kattog, akkor az azt jelenti, hogy, hogy most már kiszívtuk a levegőt, és hogyha így tesszük be a a frizsiderbe, akkor vagy a hűtőszekrénybe, tehát akkor sokkal tovább, tehát meghosszabbítsuk 3-4 nappal is. És ezt, ezt a levegő kiszívást, ugye ezt meg lehet csinálni számtalanszor. Akár legyen házi parti, kerti parti, akár legyen egy kicsit elittebb társaság, ma már mondhatnánk, hogy követelmény ezeknek a felszereléseknek a birtoklása, illetve az ilyen technikák elsajátítása? Amit ma megmutattam, ez a bor konzumációnak, eh, hogy úgy mondjam, az alapfelszerelése. Nem muszáj, nem muszáj ezek a dolgok, hogy rögtön meglegyenek a házunkban. Eh, rájövünk, hogy, hogy ezek azok, amik, amik, amik megkönnyítik az életünket. Ki tudjuk, tehát ki tudjuk mink a bort nyitni magos sarkú cipővel is, vécekallantyúval, tehát, tehát százezer módja van, elméletileg, tehát karddal, százezer módja van, ugye, hogy hogy tudunk kinyitni egy, egy bort, de azért mégis azt hiszem, hogy a legegyszerűbb, a, a legegyszerűbb az, a az ilyen nyitó. És természetesen azért a bor tiszteletet is kíván, hogy tényleg a hozzáillő módon legyen fölbontva és felszolgálva. Azt szoktam mondani, hogy az összes alkoholos ital közül a bor az, amelyik a legtöbb formalitást, illetve a legtöbb, legtöbb előkészületet igényel, hogy helyesen és megfelelően legyen elfogyasztva. Beszélgetésünket éppen a kerti partikkal és a szomeliérséggel kezdtük. Ahogy említetted, ugye a szomeliér az végig kíséri a borászattól az asztalig a bornak az útját, és párosítja az ételekkel. A kerti partik fő étele, ugye a grill. Milyen borok illenek a grillhez? A borfogyasztást ugye akár mennyire furcsán hangzik, de Befolyásolja, befolyásolják az évszakok. Azt, hogy az emberek nem is tudják, tehát nyáron könnyebb, lazább borokat iszunk, fehér borokat, habzó-gyöngyöző borokat, pesgőket, illetve ugye a nyárnak a nagy sláger a rozé. A magyar kultúrában a rozé nagyon fontos helyet foglal el. Nagyon kevés országban szeretik annyira, és fogyasztják a rozét, mint Magyarországon, és illetve mint a magyarok. Definitív a rozé a nyárbora, és uh ezért is valójában, nem csak ezért valahol össze van, nagyon szépen összepárosul a grill és a, és a grillhúsokkal. Ugye a munkám során nagyon sok olyan fiatal borásszal, illetve szőlésszel találkozok, akik éppen azért ültettek szőlőskertet a kertben, vagy pedig a parcelájukon, mert szeretik a bort, vagy pedig éppen azért szerették meg a bort, mert édesapjuktól vagy nagyszüleiktől. Örökölték a, a szőlőskertet. Te esetleg gondolkozol-e abban, hogy a kettőt párosítsad, ha már borkedvelő és borszakértő vagy, hogy saját borod is legyen a saját szőlődből? Nagyon, nagyon tisztelem azokat az embereket, akik szőlővel foglalkoznak, és utána azokat az embereket is, ugye, akik a technológiai eljárások során ebből bort készítenek. Ők azok, akik akik idegeskednek a termésvéget, ők azok, akik bepiszkolják a kezüket, ők azok az emberek, akik valójában nekünk elővarázsolják a bort. Ez egy kemény munka, és rengeteg szak szakértelmet igényel. Tehát magába, tehát mind a kettő, tehát magába a szöllő termesztés is, meg a bor készítés is egy komoly egyetemet igényel, amit ugye nagyon komolyan venni, és erre rá kell áldozni egy életet. Tehát ezt nem lehet valami mellett csinálni. Az ember erre rászánja magát, és csinálja. Itt lehet valahol az, hogyha valaki ezt el akarja kezdeni hobbi szinten, vagy három nap múlva ott hagyja a fenébe az egészet, vagy egy év múlva, ugye? De vannak olyanok, hogy egyre jobban magába szívja a bor, és egyszerűen nem tud leállni. Hozzávesz még, 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 minél, minél mélyebbre, főleg, hogyha jönnek neki a sikerek. Tehát valójában az én munkám az valójában, hogy összekössem a borászokat a fogyasztóval. A vajdasági Szoméli Egyesület főtitkára vagy, és mint a beszélgetésünk elején említetted, több képzést is tartatok szerveztek olyan személyeknek, akiket pont ez a téma érdekel. Vannak jelentkezők, és főleg fiatal jelentkezők vannak, akik esetleg munkahelyet látnak ebben a foglalkozásban. Az előadás ugye a kurzusok, amiket, amiket tartunk, nagyon érdekes társaságot szoktak mindig, hogy úgymond összekovácsolni. Az egyik fele azok, azok a fiatalok, akik ugye ezt a kurzustba azt lássák, hogy lesz egy nemzetközileg elismert diplomájuk, amivel egy kis angoltudásra és ezzel a diplomával sokkal jobb munkahelyeket tudnak kapni az óceán járó hajókon. Ami Szerbiában nem kevés fiatal dolgozik ilyen hajókon, különböző verziókban. Na most ugye, hogyha van egy ilyen diploma, e, tehát a füzetés is a hajón úgy alakulhat. Tehát e, ezek a diplomák erre első lépésre nagyon jók, ugye, mert valami, valami képzésbe azért részt kell venni, és ezek a külföldi társaságok, mivel a Szomélié Egyesület tagja a Szerbiai Szomélié Egyesületnek, illetve a Nemzetközinek, az ASZINAK, így ezeket a diplomákat nemzetközileg is elismerik, illetve hallottak róla. És ugye nem véletlen, hogy ezekről a kurzusokról tehát tömegesen a fiatalok mennek a hajókra dolgozni. Ki, ugye nem muszáj óceánjáróra, rengetegen németen ugye Dunai hajókázás erre vagy, tehát eh, eh, hogy úgymond eh, nem sok befektetéssel, eh, egy kis angol tudással és ezzel a diplomával már komoly, komoly, munkahelyet lehet, komoly munkahelyekre lehet pályázni. Tehát eh, akkor biztosuk a fiatalokat. Eh, igen, igen, és ugye itt viszont térek ki a másik részére. A másik része, ugye meg vendéglátósok, akik vendéglátó, vendéglátó ipari objektumokat tartanak, és ugye, hogy ő mind, ő mind tulajdonos, megtanulja ezeket a dolgokat, hogy ugye utána ő föl tudja ügyelni ezeket a dolgokat, illetve van még az a része, ugye mind, aki, mind ami én is, hogy ügyvéd létemre érdekelt ez a téma, tehát rengetegen van, van ilyen ember, és aki ezt a kurszust, hogy fejlesztjék ugye a borkultúráikat. Tehát borban az igazság, és mondhatnánk, hogy a borászatban a jövő. Csévári Robert ügyvédnek, borbírának, borszakértőnek nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, ez volt a mai szubjektív. Maradjonok továbbra is velünk.